regionális javasolnak. A szociálliberális ellenzék nem a megyék helyett, hanem azok fölött akar óriás régiókat szervezni, míg a Magyar Polgári Párt szerint az évszázadok során kialakult egységeknek kell közigazgatási hatásköröket adni. Az egyik, mit tudom, 15 ezer négyzetkilométert foglal magában, a másik meg éppen 25-öt. A Magyar Polgári Párt elnöke az aszimmetrikus régiófelosztás elvét magyarázza. Azt mondja, nem az a lényeg, hogy a régiók azonos nagyságúak legyenek, fontosabb a történelmi örökség, a kulturális kohézió. Az MPP nem akar íróasztalnál kitalált térképeket, hanem a települések szabad társulására bízná a régiók kialakítását. Ha a településeknek a szabad akaratára bízzuk, akkor össze fog állni Székelyföld, össze fog állni Máramaros, Párcium, Bánság, össze fog állni Észak-Moldva, mint Bukovina, Dél-Moldva, Munténia, Havasalföld, Dobrudzsa. Ugyancsak helyi népszavazással akar egészen mást elérni a román ellenzék. A Szociálliberális Szövetség a statisztikai óriás régióknak adnak közigazgatási hatáskört, de nem szüntetné meg a megyéket sem. Elindítottuk a helyi szintű népszavazások megszervezését. Semmi más nem vagyunk hajlandóak elfogadni. Nem értünk egyet az óriás régiók létrehozásával. Egyelőre a jelenlegi megyerendszer fenntartását támogatjuk. Ezt az álláspontot fogjuk képviselni, amikor az államfővel tárgyalunk. Van olyan szociáldemokrata képviselő, aki nem beolvasztaná, hanem feldarabolná a Székelyföldet. Mugurel Surupăceanu a régiót alkotó három megyét más-más közigazgatási egységbe sorolná. Javaslatát azonban még nem vitatta meg a román ellenzéki szövetség.